Sziasztok, üdv újra mindenkinek a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videóban pedig a galaxis régióiról lesz szó. Ez a videó egyébként a legújabb saját gyártású sorozatunknak, a galaxis története és a 67 legfontosabb világnak az első része. Remélem tetszeni fog nektek, vágjunk is bele! Első rész. A galaxis régiói. A Star Wars galaxisa egy SB-típusú spirálgalaxis, mely nagyjából 120 ezer fényév, azaz 37 ezer párszek széles és kb. 400 milliárd csillagrendszer található benne. Ennek durván a felében van lakható bolygó élet, azonban csak 10%-án alakult ki. Az értelmes fajok száma pedig ennek kb. Az 1000-re, de ami megközelítőleg 20 millió faj. Mindezek mellett a galaxis teljes népessége 100 kvadrillió fő körül mozoghat. A galaxist általában 9 fő részre szoktuk felosztani, melyből a legbelső az úgynevezett mély mag, melyet egy szupermasszív fekete lyuk és az azt körülvevő sűrű csillagfelhő alkot. Igen veszélyes környék, nem sok utazó merészkedik ilyen közel a maghoz. A második a magvilágok régiója, melyet a mély mag szélén elhelyezkedő leggazdagabb és legfontosabb bolygók alkotnak, innen 5 bolygót érdemes megjegyezni. Coruscant, Alderaan, Kuat, Corellia, és a Hosnian Prime. A harmadik régiót kolóniáknak hívjuk. Ebben az érában a magvilágok által kolonizált bolygók keringenek, melyek a nagyobb kereskedelmi útvonalak mellett helyezkednek el, és jó néhányuk igen gazdag. Közülük 3-at emelnék ki. Abednedo, Devaron és a Bardotta. A negyedik régió a belső peremvidék. Meghódításakor egyszerűen peremvidéknek hívták, mivel századokon át ez volt a galaktikus civilizáció határa. Ahogy e területen túl is létrejöttek kolóniák, a belső peremvidék világain egyre jobb lett az élet. Innen 6 világot érdemes megjegyezni. Onderon, Gorz, Antar, Quarzajt, Jakku és a Jedha. Az 5. éra a terjeszkedési régió. Ha a nyersanyagokért nagy a verseny, terjeszkedni kell. Ezt a régiót a magvilágbéli szomszédaik alapították, viszont ebbe a felsorolásba a galaxis nagysága miatt most csak 2 bolygó került be, mely nem más, mint a Shili és a Takodana. A 6. régió a középső peremvidék. Ebben az érában is sok fontos bolygó található, ám ezek viszonylag távol fekszenek a magtól, ezért az utazóknak ajánlatos vigyázni a kalózokkal. A legfontosabb világai. Ord Mantel, Balnab, Itor, Shantipol, Kashyyyk, Rusan, Botavaj, Naboo, Malastar és a Kerea. A 7. régió a külső peremvidék, mely az ismert galaxis legnagyobb régiója, ahol rengeteg különös, gyakran veszélyes bolygó kering. A Független Rendszerek Konfederációjának vagy a klónháborúkban közismert nevén a Szeparatista Szövetségnek is számos fontos bázis bolygója itt helyezkedett el. Olyannyira nagy ez a régió, hogy a felsorolásban 38 világot fog kiemelni. Scipio, Dantooine, Abafar, Dathomir, Mandalore, Sereno, Yavin 4, Maridun, Stygian Prime, Yelukan, Moraband, Felucia, Lola Sayu, Saleokami, Quermia, Raxus, Moncala, Lothal, Garel, Kessel, Tatooine, Geonosis, Arcanis, Ryloth, Rhodia, Christophsis, Dakar, Sallust, Eriadu, Dagoba, Utapau, Andam 4, Mustafar, Polismassa, Bespin, Hoth, Endor és Rattatak. A 8. régió az ismeretlen területek. A galaxis nyugati éráit ugyan feltérképezték, de nem kutatták át alaposan. Ki tudja, mi minden rejtőzik a galaktikus civilizáció határán túl, az űr sötétjében. Itt csak egy világot fog kiemelni, mely nem más, mint a csillagpusztító bázis. A vad űr. Gyakorlatilag a külső peremvidék határán túli feltérképezetlen területeket nevezik így, ahová térképészek és felfedezők utaznak veszélyes utakra. Ebből az érából 2 világot fogok megemlíteni. Az első a Mortis, a második pedig a Death. Ennyi volt a galaxis régiójának és a legfontosabb világoknak az összegzése. A következő videóban megismerkedhettek a galaktikus események időrendjével egy összefoglaló idővonalon.
A videó legfőbb forrásanyaga a Kolibri kiadónál hazánkban is megjelent galaktikus atlasz, melyet ti is megrendelhettek a Kolibri, illetve a Libri webáruházából is. Hamarosan újra találkozunk, addig is a legjobbakat. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, illetve ha szeretnél még ilyen videókat, iratkozz fel a csatornára, és hogy mindig értesülj a legújabb videókról, kattints be a kis harangot. Illetve kövesd a Birodalmat Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogokon. Az erő legyen veletek, sziasztok!